Köszöntünk mindenkit a harmadik bejelentkezésről. Innen a Trackwoodról idő szuper. Van mellettem egy vendég, Kerényi Ádám, az igazi magyar drift legenda. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Aki igazából, ha jól tudom, spotterkedik, csapatfőnökösködik, atyaúristeneskedik. Te vagy gyakorlatilag Peti Robinak a spottere, média, menedzser, mindene vagy. Te vagy a minden. Igen, Mátrébe be tudtunk élőben jelentkezni, mert folyamatosan az Insta és a Facebook Turbo Mafia oldalt szerkesztenem kell, szóval ezért nehéz volt, hogy élőben ide érjek, de hát első a média megjelenés, utána ugye rögtön a nézők kiszolgálása itt a pályán, szóval mindenhol ott vagyunk és mindenhol igyekszünk magas színvonalon driftet nyújtani. Rendben, menjünk szép sorjába. Ugye Robi versenyez. Igen. Beszéljünk kicsit az autóról, Robiról, minden rendben van, stb. Ott a kötelező körök. Igen, most két autóval vagyunk itt, ugye a kis E30-at, amit múlt héten már teszteltünk, azt lehoztuk csak bemutató jelleggel, hogy itt is az ország ezen felén megismerjék, és Robi ugye az éles versenyautóját hozta el, ezt a BMW E92-t. Ebben egy 3400 köbcentis stroker motor van, padon lett mérve 940 lóerő rajta, szóval nem szűkölködik erőben. Ez a pálya, ez alkalmas is arra, hogy a Robi kiautózza belőle az erőt. Eddig az autó nagyon jól működik, minden rendben van, és reméljük, hogy a nap hátralévő részében is ugyanígy folytatjuk. Szuper, tehát akkor idáig minden rendben van, technika rendben. Mesélj nekünk, légy szíves, olyan szép feliratokat látok, rentadivcar.com, Turbo Mafia, beszélj már nekünk ezekről egy pár szót, kérlek. Igen, ugye a Turbo Mafia az a csapatunknak, illetve a műhelynek a neve. A Turbo Mafia alapvetően drift versenyzéssel és autóépítéssel, versenyautóépítéssel foglalkozik. Jelenleg három autónk van, a harmadik autónk, ami egy V8L-es Turbo Nissan Silvia, az nincsen most itt. Az egy teljes carbon body kitet kapott, tehát az is egy abszolút egyéni megjelenésű autó. És egyébként ezeket az autókat úgy, ahogy már a rallyban, rallycrossban és a pályautózásnál megszokták, komplett szerviz háttérrel, csapattal, mérnökökkel, versenybenzinnel, gumival, szállítással, minden együtt bérbe adjuk profi drift versenyzőknek, és gyakorlatilag a versenyzőnek magának nem kell foglalkoznia semmivel, csak hogy a kis bukós is akját odahozza a helyszínre, beüljön az autóba, és a vezetése koncentrálva a lehető legjobb eredményt érje el. A teljes szerviz, teljes kiszolgás. Egy dolgot mondjál meg nekem, azt mondod, hogy csapattal, mérnökkel. Látom ott a háttérbe Bigit, nyugtass meg, hogy ő nem mérnök. Bigi a helyettes mérnökünk, tehát a fő mérnök nem a Bigi, viszont a Bigi is a szaktudásával és az eddig elért drift tapasztalatával ugye azért segíti a versenyzésünket, nyilván több szem többet lát, mindannyian azon vagyunk, hogy most a Robinak ezen a hétvégén a legjobb eredményt hozzuk össze. Így van, tehát gondolom azért a Bigi tud elég jó szakmai tanácsokkal ellátni bárkit. Ő az egyedüli talán a magyarok közül, aki tudja azt, hogy mit kell tenni akkor, ha felborulsz Mária Pocson. Igen, ez nem egy hátrány, tulajdonképpen javasolta, hogy a feliratokat fordítsuk meg az autó, mert mi van akkor, hogyha esetleg más is úgy jár, és hát ez egy óriási marketing ötlet, de egyelőre nem valósítjuk meg. Igen, még nem sütjük el. Látom, itt a háttérben vannak mindenféle ruhák, pólók, sapkák, stb. Erről is eltesz egy pár szót nekünk? Igen, hát különböző termékekkel szoktunk készülni, napszemüvegekkel, pólókkal, nyakbakasztóval, mi egymással. Nyilván ugye, hogy az ember egy ilyen versenycsapatot csinál, akkor előbb-utóbb a rajongók, nézők, azok szeretnék a szimpátiájukat kifejezni, és ugye ezekkel a saját brenddel, saját logóval ellátott termékekkel ezt meg is tehetik. Tök jó, én szerintem ez egy iszonyatosan jó ötlet egyébként, ezt ugye másnál is láttuk, hallottuk már, hogy ezek a kis póló, ez a csecsebecse, ezek nagyon-nagyon jók, a népszerűségnek iszonyú sokat tesznek, és igazából Robi azért még nem villantott annyit, de én láttam azért már pár körét ma. Én azt gondolom, hogy neki nagyon fekszik most ez a pálya, ugye mi már előzőleg elmondtuk, hogy ez egy olyan pálya, ahol nincs Mangi a nagy íván. Nem tudom, te mentél már ezen a pályán? Így Mangi nélkül? Nem, én amikor versenyeztem, akkor ugye még a kis pálya volt. Én egyébként azt is szeretem, mert ott is, vagy illetve ott nagyon sok múlik a pilótán, tehát nagyon sok terhelésváltás van benne, amit egy cuvizó csatánál mindig azt a formációba visszahelyezni az autót, ami az ideális, az nyilván a sofőrökre egy megterhelő feladat. Itt ugye egy terhelésváltás van benne és egy megindítás. A pályának nagyon fontos része lesz az, hogy
hogy már megindításkor a formációt hogy veszi fel a követő pilóta, és ami még fontosabb, hogy sajnos nagyon nagy sebességkülönbségeket mérünk az autók között, és az első nagyívű kanyarban az igen nehéz lesz hátul megoldani, hogy a különböző technikával megáldott autók azok hogyan fognak jó cúizó csatákat létrehozni. Igen, hiszen előmenőként előnyöd a sebesség, hátulmenőként viszont ez ugyanúgy a hátrányod is tud lenni. Így van, tehát a sebességkülönbségből adódóan, ugye amikor meg van gumizva egy autó, és hátul gyors szeretne lenni, akkor ott különböző drift technikákat alkalmazok el visszafogni a sebességet, ugyanakkor amikor az autó be van lőve arra a beállításra, akkor ugye ez igen nehéz. Meg fogunk tenni mindent, hogy a Robi az ugye jól szerepeljen, elkezdődnek majd később a cúizó edzések, és az ott tapasztaltak alapján majd még állítgatunk az autón. Szuper, én sok sikert kívánok nektek. Szerintem ott a háttérben látom, van még egy kérdésünk. Beszéljetek már arról, hogy mi az óriás különbség sebességnek egy kolyés időszak, egy most között. Megkaptuk a kérdést Manstól, Ádám hallotta a kérdést. Ádám, én szerintem odaadom a mikrofon, mert ez így szerintem neked egy jó kis beszéd lesz. Igen, próbálom akkor rövidre fogni. Igazság szerint, hogy 2016-ban visszavonultam a versenyzéstől, de már a 2009-ben elkezdett nemzetközi karrierem és a 16-ban befejezett nemzetközi karrierem során is a sportág maga az nagyon sokat változott. Ugye a drift az egy fiatal sportág, pláne Európában, viszont nagyon gyorsan fejlődik. Nagyon sok új belépő van, nagyon sok technikai fejlesztés van, és így a bíróknak is, ugye én bíráskodom is, de az itteni bíróknak és a versenyzőknek folyamatosan adaptálódni kell ezekhez a feltételekhez. Amit el tudok mondani az, hogy régen sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek még a bírók, hogy a klasszikus drift ismérvek azok jól legyenek kivitelezve, ilyen volt ugye a szög, az ív, a sebesség, stb. Ezek ugye a kvalifikáción a mai napig fontosak, viszont egyszerűen olyan szinten előtérbe került az autó tapadása és a sebessége, mert hogy a bírók a cúizó csaták során ugye idézőjelben minden elé helyezik a közelséget, ugye angol a proximity, tehát hogy azt szeretnék látni, hogy a hátul haladóként dominálod a előhaladót, és gyakorlatilag ez a saját drift stílusodat kiautózva mégis nagyon közel tudsz hozzá maradni. Ezt, hogyha az ember ugye Nyugat-Európa vagy Amerikába tekint különböző bajnokságokra, ott aztán pláne nagyon szembetűnő ez a dolog, ott minden ennek van alárendelve, az összes terhelésváltást ugye ennek megfelelően csinálják a pilóták, és a bírók hajlandóak egy pici kis kompromisszumot kötni akár a korrekciók terén is, hiszen a nézők ezt szeretnék látni, óriási showt tudnak csinálni ezek a pilóták, és a bírók is ebbe az irányba terelik most már a sofőröket, meg az autóépítőket. Ádám, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát tudjuk, hogy te itt éveket tudnál beszélgetni erről. Szereted is, tudod is, tehát rutin meg az évek mögötted vannak. Viszont most a helyettes mérnököt is megszólaltatjuk. Ugye Nagy Robi Bigi. Gyere. Gyere, Bigi. Sziasztok. Köszönjük, Ádám. Bigi, hát te is egy legenda vagy ezen a pályán. Úgy néz ki, igen. Üdvözlök mindenkit. Mesélj, mit keresel itt? Ki vagy te? Hogy hívnak? Hát Nagy Róbert vagyok, sokan Biginek neveznek. Hogy mit keresek itt, az ennek a csapatnak, ahogy Ádám mutatta ennek. Ja, jó, megközben nekem forog. Ja, igen. Hát próbálok olyan tanácsokat adni, ami előrébb viszi a csapatot. Amit Ádám is beletesz, meg még sokkal többet is, én próbálok egy kicsit, mit tudom én, nagyon-nagyon összeszeretlenül beszélek, nem? Nem baj. Na szóval nézem az autó mozgását, próbálom segíteni a tanácsaimmal Robinak a vezetési stílusát, meg hasonló. Hiszen elég sokat mentél te is ezen a pályán. Ugye az előbb én már kérdeztelek téged, hogy ezzel a nagyíves pályafelállással mi újság van. Azt mondtad, hogy egyszer fogadásból sikerült menned. Én megmondom őszintén, én már mentem mind a két irányba versenykörülmények között, akkor szerintem egy kicsit le vagy maradva. Igen, nem. Tehát nálam többet nem ment senki azon a nagy éven, mert én rallycrosszon mindig azon a nagy éven megyek. És ott, ja. Ott azért elelúszkál az autó, meg ott azt egybe leszoktuk rajzolni, de ott nem direkt. Én más szemszögből közelítem meg, én nagyon szeretem az olyan technikás pályákat, ahol van lehetőség bujkálni, cújzózni, rátenni az ajtóra. Szerintem az izgalmasabb, ez egy kicsit ilyen 19-re lap minden kör. Nem azt mondom, hogy nem tetszik, de versenyzőként biztos nem élvezném annyira, mint egy olyan pályát, ahol oda tudsz szúrni nagyobb tét nélkül. Ehhez jobb ugye a több terhelésváltásos, csiki-csukisabb pálya. Így van. A pálya széléről szerintem izgalmasabb a nézőnek is, meg belülről a versenyzőnek több lehetősége van oda szúrni. Abszolút. Azon kívül te próbáltad már ezeket az autókat?